mérőterem, 12 főre megfelelő kis csoportos terem, és a beruházás következtében készülőgyűjtkáló táblánk mérőmű szerint van, illetve hozzátartozó két új technológiás hálózati mérőeszköz, egy a legújabb gyakorlatilag, ami ezt a technikát tudja. Hát körülbelül 5-600 ezer forint egy ilyen készlet ára. Akkor a legelterjedtebb ugyanebből a technológiából lakó és kommunális épületek teljes palettáját tudja, mindenféle mérés, földrengési ellenállásmérést, villámhárító burokállásmérést, érintésvédő burokállásmérést, szigetelési méréseket, fázis sorrendmérést, végülis teljes palettáját tudják ezek a műszerek, amit egy ilyen lakó és közös épületben el kell végezni. Csak mutatós képen meg szeretném mutatni ezeknek a műszereknek az előnyét. Egy hagyományos analóg műszer, az évi univerzál műszer. Annó egy 15-20 évvel ezelőtt ez volt a sláger mérőműszer. Hát ugye lehet látni, hogy mennyit fejlődött azóta a technika. Méretek csökkentek, digitális kijelzések, számítógéppel, összekapcsolható interfészen keresztül, a legújabb a USB interfészen keresztül kommunikál. Gyakorlatilag fel lehet tölteni adatokat, le lehet tölteni a mérési eredményeket, és korszerű méréseket lehet vele végezni. Hát ez már irányítás technika is. Hát végül is mi nálunk a villanyszer alapképzés történik, ez a három modulos képzés, két éves szakképzés, és a szakiskolai szintű villamos méréseket végezzük, lakó és kommunális épületek villanyszerelésén előforduló villamos méréseket tudunk itt produkálni. Hát igen, a mai korszerű épület villamosság az instabuszos rendszer, ugye, meg hát most már szinte minden van, azt azért nem mondanám, hogy minden lakásban ez van, de jó irányba halad, hogy a korszerű félvezetés technika is betölt a világítási áramkörök területén. Nekünk ugye mindent kell tanítanunk, a régebbi technológiát, az új technológiát, de az biztos, hogy hát egy kuriózumot elmondanák, hogy annunkon tanuló voltam, 3-4 kapcsoló család volt most, ha kapásból 43-44-et nem tudnák elmondani, akkor nem vagyunk villanyszer szakember. Úgyhogy ilyen nagy választék van, ugye a régi KGST után bejött a nemzetközi paletta, nagyon nagy választék van, gyakorlatilag a pénztársaság mindennek határ, mert minden szempontból árba, technikába, dizájnba olyan lehetőségek vannak, hogy hát a fiúk ugye szeretik is, talán ugye most mivel hiány szakma, egyre jobban hogy is mondjam, megkedvelik, megszeretik ezt a szakmát, ugyanúgy, mint a hegesztőnél, mert az ipar igényli a jól felkészült új technológiát ismerő szakembereket, és szerencsénkre nő a tanuló létszám. Ugye azért az iparmedencében volt ez a krak, egy 10-15 éve kezdődött, de most már talán kifelé megyünk a krakból, és most már kisvállalkozások is kezdenek feléledni, illetve a tanulóképzést is kezdik komolyan venni. Vannak kellemes jó tapasztalatok végül is. Hát az a célunk, hogy az alapképzés az tanulói körülmények között történjen, az igazi szakképzés az pedig már az élet körülményei között történjen, vannak jó kapcsolatok vállalkozókkal, Zsoldos Kft-től elkezdve, nem akarom felsorolni mindent, amik egy példamutató hozzáállást tanítanak a tanulóképzés területén.